Yeah. És az előadásunkat szeretném felkonfrálni, ami szintén egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes téma lesz, főleg azoknak, akiket mondjuk érdekel Japán, és sokat gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne kijutni Japánban másképp, mint mondjuk esetleg turista, hiszen ugye, mint tudjuk, azért nem kettő fillér kijutni és turistáskodni, viszont ugye vannak más lehetőségek is és a következő előadónk azt fogja nektek elmesélni, aki egyébként munka kapcsán töltött kint, ha jól emlékszem, másfél hónapot, hogy mi a különbség a work away és a work holiday között, és hogy ezzel milyen módon tartózkodhattok kint Japánban, mennyi ideig, és ezt hogyan lehet kivitelezni. Úgyhogy fogjátok szeretettel a következő előadásunkat, work away munka Japánban, macsa meolatte. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Jaj, de jó, hogy látlak titeket. Szóval nem készültem arra, hogy a nagy színpadon leszek, úgyhogy most még nagyon izgulok. Van képem, úgyhogy ennek örülök. No, kezdjünk bele. Annyi lenne először a kérdésem, hogy hallottatok-e már bárki ezekről a vörkövi munkákról, esetleg tegye fel a kezét. Lehet, hogy csak az, akinek én meséltem, hogy ez nem baj. No, igazából ennek az a lényege, hogy a világon bárhol tudtok ilyen munkát keresni, ennek uh, igazából annyi a lényege, hogy nem fizetést kaptok, hanem uh, szállást, meg ételt, és akkor több időt tudtok eltölteni mondjuk az adott országban. Úgyhogy én ezért uh, kezdtem el ezt nézegetni, mert úgy gondoltam, hogy nem úgy szeretnék kiutazni Japánba, hogy akkor jaj, gyorsan, egy heten van, akkor járjak be mindent. Mondom, én nekem, nekem többet jelentene az, hogyha több időt tudnék kintölteni, hogy megtapasztalni, hogy milyen, milyen az élet ott, milyenek a, a hétköznapok, és ez, erre például egy nagyon jó lehetőség. Nekem az egyik barátnőm mesélte évekkel ezelőtt, hogy ők beutazták Spanyolországot így egy nyár alatt vettek egy furgon, beültek öten, és így végigjárták az országon. Nem is akartak hazajönni, úgyhogy még így menet közben is kerestek még olyan munkát, amit el tudtak így vállalni hirtelen, illetve hogy a tengerpartra jártak ki, és készítettek ilyen kézműves dolgokat, és akkor ott árulták, és próbáltak minél tovább kimaradni. Azt így nála hallottam, viszont ugye bejött a Covid, tehát hogy mindent lezártak, és hát ugye Japán is nagyon nagyon későn nyitotta meg a határokat, ez még tavaly októberben történt csak meg, úgyhogy onnantól kezdve lehetett uh, újra beutazni, viszont nekik is szükségük van a turistákra, úgyhogy az a jó hír, hogy eltörölték a turista vízumot, tehát hogy oda se kell már igényelni, hanem ugyanúgy kiutazol, annyi, hogy az útleveled az meg kell, hogy legyen, és akkor utcú neki, 90 napot lehet itt turistaként. Közben nyomom, arra nyomom, <laughs> megnézzük, hogy működik. Nem. Nem tudom. Valaki szóljon, hogyha működik. Nem. Nem működik a kutyum. Csak rossz vele irányítottam. Nem. Valaki varázsolja meg, hogy menjen. Lefagyasztottam a rendszert így reggelre. Jó lesz ez. Menni fog? Ah. Egyet vissza, jó. Ja. Oké, okay. köszönöm szépen. Na, akkor mondom tovább. Szóval, hogy. Igazából megnéztem, és nem nagyon találtam ehhez hasonló másik oldalt a neten. Azt hittem, hogy azért több lehetőség van, de én most erről a konkrét oldalról fogok nektek beszélni, ez a Workaway nevű oldal, beírjátok, rögtön ezt fogja kiadni. Van ennek egy alkalmazása is, viszont azt csak a felhasználók tudják már, akik már előfizetnek rá, azok tudják letölteni és használni de ugye az internetes felületen is ugyanúgy tudtak keresgélni. Az a lényeg ennek a vörkövés dolognak, hogy sajnos 18 éves kortól lehet csak jelentkezni. Én azt hittem, hogy egy kicsit leje van a korhatár, de nem baj, igazából nem kell olyan sokat várni rá, hogy akkor lehessen menni. Tehát, hogy fontos a regisztrációnál, hogy 18 éves kortól lehet, és ugye meg tudjátok így nézegetni, bármit beírtok, mindenhova lesz olyan, Család, aki keres ilyen kis segítséget, Tényleg én már Izlandon is nézegettem, Finországba, tényleg bárhol, Spanyolországba, itt a környező, még magyarok is vannak, és nagyon vicces ilyen magyar farmokra, meg lovardákba is lehet menni. Úgyhogy ha szeretnétek itt országon belül, még itt is el tudtok menni ilyen melókra. Ugye lehet, hát legtöbben ugye egyedül utaznak, de lehet párként is beregisztrálni, sőt, még családként is be lehet. Viszont az a baj, hogy a hoztok, akik elszállásolnak, azok általában maximum két főt tudnak fogadni, az is inkább kevesebb, tehát hogy inkább egyedül érdemes ezeket így böngészni, sőt, még házi állatot is lehet vinni, ugye? Aki megkockáztatja, hogy akkor cicát, kutyát fölrak a repülőre, akkor velük is lehet. Ezt leszokták írni a családok, meg a helyek, hogy fogadnak-e állatokat de nem feltétlen ajánlom, tehát én nekem is van két cicám, kutyuskám, de nem biztos, hogy megutatnám őket ilyen messzire. Illetve a, az oldal felületén van egy olyan opció, hogy tudtok keresni utazó társakat, és akkor meg tudjátok nézni, hogy ö, ki éppen milyen helyen tartózkodik, beírhatjátok, hogy akkor mondjuk Tokióba vagy Oszakába van-e valaki, meg akár olyat is tudtok, hogy, hogy ö, magyarokat keresni, hogy akkor vannak-e az országban magyarok, és akkor velük így összebeszélni, hogy jó, akkor itt találkozunk. Nekem is volt egy lány, hogy így rám ért, miután hazajöttem Japánból, két hétre rá, hogy szia, itt vagyok Oszakába, te merre vagy? És így mondtam, hogy itt ülök sajnos Budapesten, de mondom, cuki vagy, hogy rám értál. Úgyhogy így egymásra is rá tudtok keresgélni, és akkor legalább egy pár napot, vagy egy-két napot így együtt tudtok tölteni, együtt tudtok szállást keresni, lehet, hogy az úgy még olcsóbb is és akkor nem is vagytok egyedül. Jó. Ugye ezt már mondtam az előbb is, hogy ez a turista vízum, ez ugye 90 napra szól, és hát, hogy nincsen vízum, pont ez a lényeg, hogy ki lehet utazni, és annyi a lényege, hogy ezek a vörkövé munkák ugye olyat lehet csak elvállalni, amiért nem kaptok fizetést. Tehát, hogy rendes állást erre az időre nem lehet keresni, viszont ugye home office munkát azt onnan is tudtok ugyanúgy végezni, tehát hogyha nektek van egy fix munkahelyetek itthon, akkor akár azt a három hónapot kint tudjátok tölteni, és akkor onnan dolgoztok, mert én is találkoztam egy srácsal a ban és így mondja, hogy dolgozgatok, még van munka, amíg van addig itt tudok maradni, úgyhogy remélem, hogy még nem fejeződik be, mert akkor meg majd haza kell mennem, úgyhogy ő is mondta, hogy addig így mindenfele utazgat, igazából. Jó, és ö, ugye ezt a 90 napot, ezt kétszer lehet megejteni egy évben, tehát egy kétszer három hónapot kint tölthettek, viszont elvileg ezt nem lehet egybevonni, tehát hogy nem lehet azt, hogy akkor hú, akkor kimegyek fél évre, hanem a kettő között mindenképpen haza kell jönni, hogyha csak egy napra hazajöttök és visszamentek, akkor akár az is működik, de hogy erre is van szabály, hogy akkor nem lehet így. És ugye az útlevél az kell, tehát hogy itt a személy semmiképpen sem elég és igen, azért komoly ellenőrzés van ott a reptéren is, úgyhogy minden irat meg kell, hogy legyen. Repülőjegy, meg ki kell tölteni belépésnél egy elég hosszú kérdőívet, hogy mit csinálsz, hova mész, címet, hogy hol fogsz tartózkodni, ezt lehet online is csinálni, az tök jó, mert például nekem a repülőn kezdték el ott hajnal bosztogatni a papírokat, hogy akkor azt töltögessék ki, és így, én még csak így tudtam a szemem. jó, nekem ez megvan online, úgyhogy az úgy sokkal jobb, hogyha otthon is nyugiba meg tudjátok csinálni, és akkor utána már ezzel nem kell foglalkozni. Jó, megyünk to tovább. Ú, bocsi. Bemutatnám így a, a családokat, vagy hát ugye, hogy milyen típusú munkákat találtok ezen az oldalon, és amit érdemes figyelni, hogy amiket ide kirakok, képek, meg ugye emberkék, ezek ilyen aktuálisak, tehát hogy ezek most így a friss listából vannak, úgyhogy ha valaki kedvet kap, akkor rá tudtok majd keresni, és akkor akár rögtön fel is vehetitek velük a kapcsolatot. Jó, és akkor ilyen munkatípusonként nem látszódik. Munkatípusonként így ö, mennék végig. Ugye a legnépszerűbb az a, hát a babysitterkedés, ez a standard ö, gyerkőc felügyelet. Igazából én is egy ilyen típusúra mentem el végül. Mondjuk nem hívnám babysitter, és igazából én is így a családhoz bekerültem, és a gyerkőcökkel kellett ö, időt eltöltenem, lekötni őket, kirándultunk rengeteget Úgyhogy elég szabadon kezék, de hát tényleg ezt a családja válogatja, és a legtöbb család az ugye kétnyelvű, tehát nem, nem feltétlenül kell tudni ugye japánul, ezt így nem is várják el. Um, igen, jó, menjünk tovább. Ugye még nagyon népszerűek, ö, biztos áltatok ezekről az AKIA házakról, ugye ezek az elhagyatott házak, és a külföldiek előszeretettel vásárolják meg ezeket, mert ugye nagyon olcsón adják, hát azért is, mert nagyon rossz minőségűek, de nekiállnak felújítani, és akkor ezekhez a projektekhez keresnek embert. Ez inkább, ugye, hát nem feltétlenül férfi munka, de hogy azért fizikai munkák ezek. Szóval, hogy hiába írják oda, hogy ilyen DIY, azért arra készülni kell, azért a leírás jól meg kell nézni, hogy éppen mit kell csinálni. Tehát, hogy azért falakat felhúzni, meg teljesen újra betonozni, vagy bármit csinálni a házon, azért ez nem egy egyszerű feladat. De például van olyan, hogy akkor itt írják, hogy jó, akkor valaki kertészkedjen, valaki fesse a falakat, tehát hogy mindig találnak azért olyan munkát, ami úgy, úgy neked megfelelő legyen, tehát nem fognak halálra dolgoztatni, de hogy azért ezeknél készülnek el arra, hogy, hogy ezek azért megterhelő feladatok. Nagyon népszerű még, hogy itt azért inkább ilyen japán családok keresnek olyanokat, akik tudják nekik tanítani az angolt de tényleg nagyon sokan keresnek, hogy please, please, Lici, tanítsatok meg angolul. Meg igazából nagyon nyitottak mindenre, és igazából bármilyen nyelvet szívesen tanulnak. Én is ott tanítgattam őket magyarul is, mert nagyon kíváncsiak voltak, hogy, hogy mi ez, de hogy tényleg ilyen francia, német, úgyhogy ha tudtok bármilyen más nyelven beszélni az angolul, azt így mindig nagyon szívesen fogadják. És akkor kifejezetten csak erre keresnek, tehát hogy ennyi a munka, hogy akkor leültök velük, beszélgettek, és ugye Utána igazából bármit csináltok a nap többi részében, úgyhogy ez azért így elég hálás. Vannak ilyen mezőgazdasági munkák, azért abból elég sok fajta van. Vannak ezek az idény munkák, én tavaly nyáron elég sokat láttam, ugye ilyen időszakokra le van bontva, hogy akkor májusban mit kell csinálni, június-július, és tényleg ilyen gyümölcsszedés, kertés. Kertészkedés, akkor a risföldeken segítkezni igazából, ez bármilyen típusú munka lehet. Akkor ugye több olyasmit láttam, ez a permakultúrás gazdálkodás. Lehet, hogy igen, itt hoztam ki közben megyek tovább. Igen, aj ah, nem tudom, láthatok-e ott a pipik közöttül a kisfiú, nagyon cuki. Mm. Jó, és akkor ugye itt nagyjából úgy minden munkát lehet ilyen körforgásban végezni, tehát hogy, hogy, a földeken segíteni, hogyha vannak állatok, akkor az állatokat gondozni, kecskék, tyúkok, tehenek, akármi igazából. Jó, megyünk tovább. Ez, ez, például nagyon tetszik nekem, van többet is találtam már, hogy még farmra is keresnek embert, nem tudom, én nem biztos, hogy bevállalnám, hogy akkor úgy ilyen tudatlanul bemegyek a méhek közé, de ez igazából nagyon érdekesen hangzik. Meg, hogy ilyen, uh, mi ez, faházat építenek, és akkor így bevész a természetbe a kis méhek közé. Na, ez meg a másik. Ezt nagyon elgondolkoztam, hogy ezt elvállalnám, hogy akkor bambuszt mész aratni az erdőbe, de oda volt írva, hogy ez aztán olyan kemény fizikai munka, hogy ezt nőknek nem ajánlják egyáltalán, úgyhogy így belegondoltam, hogy jó, futni sem nagyon van erőm, úgyhogy akkor inkább ezt hagyjuk, pedig ez nagyon-nagyon szimpatikus nekem. Hoztam egy ilyet is. Ezek inkább fizetett munkák szoktak lenni. Találtam olyat is, amit el lehet vállalni úgy, hogy akkor szállást kaptok érte. Ugye ilyen vendégházakban, hostelekben keresnek embert, és akkor itt mindenféle pozíciót be tudtok tölteni. Amit fontos nézni, hogy, hogyha vendégekkel foglalkoztok, ahhoz azért tudni kell japánul. Tehát, hogy ott azért le is írják, hogy akkor ott azért nem elég az angol a téli munkáknál azért inkább ott külföldiekkel kell, kell foglalkozni, ott írták, hogy például ott, ott elég lehet. Az ismer, hogy 90%-ban csak külföldi vendégeik vannak. Úgyhogy itt igazából felszolgálóként lehet recepció, szakács, konyhai kisegítő, takarító, ezek a standard munkák vannak itt. Jó. A... Most jön a kedvencem. <laughs> Valaki kifejezetten keres az állataihoz olyat, aki felügyel rájuk arra az időre, amikor mondjuk ők elutaznak valahova. Erre a munkára én is jelentkeztem, viszont nem válaszoltak, de folyamatosan aktívak. Oszakában, ugye? Igen. És akkor tényleg ez a lényeg, hogy akkor oda beköltözöl hozzájuk. Nálunk is van itthon ilyen ez a cicaszitterkedés, hogy akkor te arra az időre ott vagy az állatkával, sétálhatod, és igazából ennyi a munka, tehát hogy a nap százszerzalékát ki tudod használni arra, amire szeretnéd, Hát és itt van a szívem csücske, a bébi malac munka. Tavaly ezt találtam meg először, amire jelentkeztem. Én ezt nagyon szerettem volna elvállalni. Mondom, ilyen munka létezik, hogy akkor nem is macska, nem is kutya, hanem bébi malacra kell vigyázni, mert hogy nekik van egy állatos kávézójuk, és akkor hogy ők most elutaznak, és hogy vannak ugye sünik, meg malacok, és akkor hogy konkrétan a disznót leviszik sétálni az utcára. Mondom, jó, ez csodálatos. Kobéban lett volna ez a munka, hát vártam, szerintem majdnem egy hónapot, de sajnos nem válaszoltak, úgyhogy már nem volt aktuális a munka, ami nagyon fájta a szívem, úgyhogy elkezdtem keresgetni mást is, de azért úgy, úgy, úgy gondoltam el, hogy jaj, nagyon jó lett volna, hogy ez összejön, viszont. Elmentem másfél napot Kobe-ba, és a sors megviccelt, ugyanis az utcán találkoztam egy vaddisznóval, úgyhogy valamilyen szinten kárpótolt engem a világon ezekkel a disznókkal, egy kicsit megijedtem, hogy most akkor ebből mi lesz, nem volt semmi baj szerencsére, de így nagyon nevettem, hogy, hogy még a munkát se kellett elvállalnom, és a disznó jön magától az utcán. Fantasztikus volt. Jaj, igen, azt nem fogjátok látni sajnos, majd hoztam, <laughs> hogy, hogy, hogy mik azok a... Hogy érdemes elolvasni ugye a leírást, hogy én nagyon negatív dolgokat nem találtam így. Tehát, hogy akik ide föltöltenek, hogy akkor szívesen fogadnak embert, azok rossz emberek nem lehetnek. Tehát, hogy tényleg ilyen családok, meg idősebb házaspárok keresnek embert, és hogy ezt tök szívesen csinálják, tehát, hogy semmi rossz indulat nincsen bennünk. Úgyhogy semmi negatívat nem találtam az oldalon, amire azt mondanám, hogy hú, ez biztos, hogy gyanús, és hogy ezt nem fogom elvállalni. De azért van egy-két olyan tényező, amire érdemes figyelni. Például sokan kiírják, hogy ö, aki nem szereti a bogarakat, az, az nem menjen oda. Tehát, hogy tényleg, én is ö, volt, hogy csótányokkal aludtam sajnos, mert ilyen régi típusú házban laktam. Mondom, egy -e fene, nem baj, elférünk. De hogy... Ö, igen, hogy azért a bogarak azok elég gyakoriak, főleg a nyári időszakban, úgyhogy ezt így leszoktak írni, hogy, hogy nem, nem csak kis pókok, meg mint amik itthon, hanem azért elég érdekes állatok, így elő szoktak fordulni, illetve sok helyen medve is van, és írják is, hogy napi szinten lehet vele találkozni, tehát hogy azért figyelni kell arra is, hogy ha valaki szívbajos, akkor azért ezeket gondolja hát kétszer, hogy mi az, amibe belemegy, illetve sokan élnek így, hát ilyen, természetközeli életet, ugye, hogy akkor mindent ott így tartásba végeznek, ugye ott nincsen rendesen bevezetve mondjuk a víz, és akkor itt is írja, szerintem sajnos nem látjátok, hogy hogyha fürdeni akartok, akkor át kell menni ott a szomszédba, ott ilyen fizetős fürdő, meg hogy a wifi is csak ott lesz, meg hogy ilyen nagyon nomád életet élnek, úgyhogy ha valakinek ez nem szimpatikus, akkor én azt javaslom, hogy akkor inkább ne vállalja el, mert hogy akkor ha rosszul érzi magát, akkor, akkor ott nem tud nagyon mit csinálni. Mm, illetve, ja, itt az utolsónál, meg az volt az érdekes, hogy uh, ilyen úgy éreztem, hogy így megpróbál elrettenteni, hogy uh, nagyon hideg van, nem megy a fűtés télen, tehát ugye mínuszok vannak a szobába, nem használhatod a konyhát főzésre, azt úgy nem is értettem, hogy direkt kiemelni, hogy nem, nem használhatod. <laughs> Jó, meg hogy itt ebbe a városban semmit nem lehet csinálni, úgyhogy ez inkább ilyen elvonulásnak gondolom, hogy aki oda megy, akkor az tényleg így, nem tudom, megy így a cudar körülmények közé, és akkor így önsanyargat, ez, nem, nem, is értettem, hogy mi ez a hozzáállás, de leírta őszintén, hogy figyelj, itt erre kell számítani, itt nem lett semmi extra, nem egy nagy turista meg nincs semmi nyűzsgés, hanem tényleg akkor csak te vagy. <laughs> Ennyi. A nyelvtudásom már mondtam pár szót, de hogy tényleg az angol az, ami szükséges ezekhez, mert tényleg amerikai, meg ausztrál, meg kínai, meg ők a legtöbb család, és akkor ugye, hogy mondjuk az anyuka vagy az apuka japán, tehát, hogy aki tud japánul, annak tök jó, mert akkor mind a két nyelvet tudja használni, de hogy az angol az, ami, ami tényleg fontos, és igen, itt el kell mondanom, hogy én nagyon rosszul beszélek minden nyelven, tehát, hogy japánul is elkezdtem tanulni, de hogy beszélni azt nem igazán tudok, hát angolul meg egyszerűen nem tudtam normálisan megtanulni, tehát, hogy makogok így a gyerekek szintjén, nagyon cukik voltak a család, akinél voltam, mert mindenben segítettek. Tehát ugye a gyerek elmondott nekem egy viccet, így pillogtam, hogy jó, és akkor a másik tesója fogta és elmondta nekem újra, hogy szép választékosan, lassan, akcentus nélkül, és akkor így, aha, jó, úgyhogy nagyon édesek, mert hogy segítenek mindenben, látják rajtad, hogy el vagy tévedve, akkor, akkor ugyanúgy türelmesen végigvárják, tehát hogy én le a kalappal kim voltam ugye másfél hónapot, és hogy azt mennyit végig szenvedtünk, úgy mondtam nekik, hogy nem vagyok zárkózott, csak egyszerűen nem tudom kifejezni magam más nyelven, de tényleg segítettek mindenben. És akkor megyünk is tovább. Igen, hogy amit felajánlanak ezek a családok, ugye lényegében beköltözöl hozzájuk, van olyan, hogy kapsz egy külön privát szobát. Nekem egy privát házikó jutott, egy teljesen ilyen valami 150 éves ilyen tradicionális házban lakott a család, és akkor én így kaptam egy külön szárnyat. Kis szoba volt benne. Ja igen, itt van a kis szobámról a kép, ugye, kis futonon aludtam. Fantasztikus volt. De volt semmi a szobában, de mondom, nekem ez így bőven elég. Ugye nem feltétlenül tudnak biztosítani ilyen külön fürdőszobát, itt nálam sajnos például nem működött, úgyhogy a családdal együtt használtuk a mosdót, meg a fürdőt, ugye közös konyha, együtt ettünk, tehát lényegében én is így, mint egy tesó, úgy becsatlakoztam a családba. Legtöbben azért ajánlanak ingyen wi t is, de ugye jobb, hogyha neked is van ilyen pakit wi ugye lehet bérelni arra az időszakra, amíg kim azért az hasznos, mert azért könnyen el le lehet tévedni, de tök jó, hogy itt is lehet ugye kapni wifi t a, Ami nagyon tetszik, hogy ugye a téli munkáknál az általában a sípályák körül van, így a szállodákba keresnek embert, ott például írják, hogy akkor ingyen síbérletet kapsz, mehetsz bármikor, amikor éppen nem dolgozol, meg hogy az onseneknek is elég nagy része ingyenes, és akkor azt is tudod használni, vagy ők adnak neked bérletet, és akkor tudsz menni igazából bármikor. Igen, és hát tényleg ez, hogy a, a nyelvismereteket szívesen tanítanak, hogy ezt adnak, hogy akkor ők is elvárják, hogy te is tanítsd őket egy kicsit, ők is tanítanak, úgyhogy nekik ez tök fontos, nagyon érdekes, hogy ennyire kíváncsiak. Jó, szaladok tovább, mert nagyon kevés az időm hoztam nektek fotókat, így a helyről, ahol voltam. Kiotótól egy órára voltam körülbelül, a Bivató mellett, Omihachiman van, ez egy kisebb, kisebb 80 ezres város, kicsinek számít. Ugye, hát egy amerikai apuka volt, japán feleséggel, négy gyerkőcük volt, ki, három fiú és egy lányzó. Én, a, amit a középső képen látok, az volt a kis szobámnak a bejárata, amit a bal oldalon van, az a, hát úgymond, napali Konyháról hoztam, készítettek nekem mocsit. A kertbe ugye voltak ilyen kis lámpások. Megyünk tovább. Jaj, hát az onyikirit is elhoztam. Igen. Igazából nekem annyi volt a feladatom, hogy ők így nem járatták a gyerkőcöket standard iskolába, hanem így egy ilyen közösségbe összeálltak, és akkor ö, ilyen napi programják voltak. Igazából minden héten nagyjából ugyanazt csinálták. Hétfőn mentünk hegyet mászni, ott volt egy hegy így a város mellett, Úgyhogy ott túráztunk egyet, aztán a játszottére játszottunk. Akkor, amikor jó idő volt, kedden vagy szerdán lementünk a bivatóhoz, ott töltöttünk egy fél napot, csak ö, nekem az volt a baj, hogy így én képzőt azt ugye elvégeztem, de úgy mondták, hogy nem kell semmi feladatot adni a gyerekeknek. Itt az a lényeg, hogy akkor ők így maguktól így majd föltalálják magukat, de hát azért én szívesen csináltam volna valami szervezett programot. Úgyhogy azért a 5-6. héten már ez így kicsit így fárasztó volt, hogy jó, megint megyünk, megint ugyanaz a játszótér. De halál voltak. Ja igen, és a, a, munkaidő az általában ilyen heti négy-öt nap. És tök jó, mert hogy akkor mondjuk a hétvége, a péntektől vasárnapig az így szabad szabadon van hagyva, és akkor ö, én úgy csináltam, hogy akkor a, azokon a napokon, akkor így ö, elutaztam ugye különböző helyekre, tehát hogy tök jól ki lehet használni ezt a három napot így hasznosan, de ugye amikor ezt a négy-öt órát mondjuk ledolgozod, meg úgy, ez ilyen kötetlen egy kicsit, akkor utána a délutánod is ö, szabad, tehát hogy ott, ahol éppen tartozkodsz, akkor ott is a városba el tudsz ö, kirendulni. Én kaptam egy biciklit, mondták, arra megyek, amire akarok, úgyhogy ott a plázákat körbejártam, a hegyre fölmentem, találtam olyan szentét, amit senki nem látogatott, úgyhogy köböl csak én jártam oda-vissza. Tök jó volt, mert hogy ez a hat hetet voltam ugye kín. Tök jó, aki ismertem már ugye a várost, ahol voltam, és, és ezért nagyon hálás voltam, hogy, hogy ennyi időm van jó, mutatok így képeket. Igazából volt, hogy kiküldtek Umeszilvát szedni az anyuka, mert mondta, hogy jön a vihar, úgyhogy a gyerköcökkel a négy éves gyerek ott a létre tetején, hogy akkor menjünk, szedjük a szilvát. És akkor ugye volt, hogy el kellett őket kísérnem, biciklivel, ilyen foglalkozásokra. Volt, hogy könyvtárba mentünk, játszótérre, úgyhogy ilyen nagyon kis családias volt az egész. Én már tök jobban tudtam így illeszkedni. Itt van a, az Omi Hachimani hegy például, tehát hogy ez egy ilyen mindennapi látvány, és én, én így azt mondtam, hogy, hogy wow. Ez itt a, a bivatúról is hoztam képet, ott az Omi Hachimani szentély, a nagy szentély, Risföldek. Jó, megyek tovább. Jó, kicsit megpörgetem, négy perc. Jó, megpörgetem. Egy kicsit akartam nektek beszélni arról, hogy így mennyire biztos azt gondoljátok is, én is azt gondoltam, hogy milyen ijesztő egyedül utazni, én még sehol nem voltam ilyen hosszú időre így egyedül. Úgyhogy így random vágtam bele, hogy na akkor menjünk. Azt se tudtam, hogy mi van. Igazából nagyjából két hónapig szerveztem ezt az utat. Tehát, hogy amint meglett a család, akkor ugye megvettem a repülőjegyet. Ez így mindegy hónappal az utazás előtt. A Google annyira pontosan leír mindent, hogy hetekkel előre meg tudod nézni, hogy mikor megy a következő vonat Tokióból Kyotoba, mert nem fognak késni. Tehát, hogy volt, a kiírt, hogy késni fog, és egy perce hamarabb megérkezett. Tehát, hogy így, wow. <laughs> Úgyhogy igazából bármire rá tudtam keresni, a térképen mindent elmentettem, hogy hova akarok menni. Nagyon egyszerű volt, igazából meg is lepődtem, hogy, hogy sehol nem tévedtem el. Én úgy mentem, hogy Tokióból Oké, megérkeztem, és akkor onnan este éjszakai busszal át Kiotóba, ez egy ilyen masszív 8 órás út. Ezek az éjszakai buszok azért jók, mert körülbelül negyen annyiba kerülnek, mint a sinkánszenek, viszont azért ugye időben is jóval több, de tök jó, mert hogyha éjszaka utaztok, nagyon kényelmes van, én olyan buszon utaztam ott, hogy ilyen privát ülések voltak, és el lehetett húzni a függönyt, és akkor ott tudtál aludni nyugodtan, Tehát, van, hogy ilyen női busz megy csak, és akkor nagyon kényelmesek ezek az éjszakai buszok is. Tehát, hogy igazából uh, Tokióba, Kiotó, onnan, Omihachimánba egy óra volt a vonat, nem tévedtem el sehol, segített mindenki, meglátták, hogy pánikolok. Akkor segítettek, és a, a, egyedül ott tévedtem el, amikor itt a kisvárosban felszálltam a buszra, lemerült a wifi és csak három megállót kellett volna mennem, de olyan gyorsan mentek a megállók, hogy véletlenül kimentem a határba. Tehát, hogy így néztem, hogy leszálltam a bőröntömben, mondom, jó, nem tudom hol vagyok, akkor visszabuszoztam, de hogy így azon kívül sehol nem tévedtem el. Ezek itt ugye Oszaka, meg a kiótói óriási vonatállomások, na itt azért könnyű elveszni. Tehát, hogy egyedül ide becsöppenni nehéz, főleg amikor a GPS így lehal, és akkor fogalma nincs, hogy merre mész, mert így körbe-körbe kirándulsz. De lehet találkozni ilyen mókás alakokkal, ez például így narába, úgyhogy meg van külön ilyen zen vonatuk is, és akkor azon is kicsit meg lehet nyugodni így az utazás után. Igen, itt van az éjszakai busz, amit meséltem nektek van vagy 40 féle busz, mindenhova megy, ez tényleg olyan, mint a volán, csak kicsit nagyobb távokat is meg tud tenni, ilyen volán meg a Flixbusz szerelem gyereke, én azt mondanám, iszonyú jó előre, ugye meg lehet venni a, a jegyet, és akkor ö, csak be kell csekkolnod, és már, már tudsz is menni. Egy perc alatt elmondok mindent, nem hiszem, de gyorsan megmutatom nektek. Én ilyen hostelekbe szálltam meg, ö, ugye ezek az ilyen legolcsóbb megoldások, ugye mentem ö, elég sok helyre, úgyhogy próbáltam minél költséghatékonyabb lenni, hogy akkor minél több mindent meg tudjak nézni. Ú, most megyek tovább, igen. Még ezt meg szeretném nektek gyorsan mutatni, hogy ö, ezekben a háromnapos hétvégékben nekem mi fért bele, Úgyhogy ugye kiótó mellett voltam, úgyhogy én ott elég sok időt el tudtam tölteni, tényleg egy óra volt az út, és egy három napos hétvég alatt el tudtam menni Kiotóból, Ujjiba, Ujjiból, Narába, ugye itt vannak a szarvasok, meg ez a zominózus mocsi. Aztán ugye volt egy olyan hétvégém, amikor Oszakába mentem át, ugye ott aludtam, és akkor onnan át ba és volt még ilyen nagyon kiutós hétvégém, elmentem ilyen Múzeumba, fölmentem a hegyre, tehát hogy annyi minden beleférte be a három napba, hogy én se hittem el igazán. Ez pedig már a hazaúton volt. Úgy szerveztem meg, hogy akkor a kis városkánval átmentem ide nagojába, és nagojából is volt egy tök jó éjszakai busz, ami átvitt engem ide a Fujihoz, úgyhogy még a Fujit is meg tudtam nézni, és akkor onnan az utolsó napokban jöttem vissza Tokióba, ott is még el tudtam menni ilyen állatos kávézóba, ilyen bagoly kávézóba, szentét is meg tudtam nézni, és akkor ez volt a legutolsó napom, elmentem a macska szentéhez. Igen, nem tudom, hogy van-e még időm, de ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy van ez a Working Holiday-es vízum, Elmondhatom még? Egy pár perc, jó gyorsan lezavarom. Ugye, amiről beszéltem, ez volt az az opció, amit így a három hónap alatt tudtok csinálni. Viszont van ez az opció, ez a Working Hand és Vizum, ez egy évre szól, ezt egy kicsit nehezebb megigényelni. Ugye ehhez be kell adni kérelmet, le kell írni egy oldalba minimum, hogy mit szeretnél dolgozni, itt fizetett munkát is tudtok vállalni. És most éppen ezen ügyködöm, hogy akkor a következő évben ki tudjak utazni, ha minden igaz, és összejön akkor februártól. És egy évet ugye kint el lehet tölteni. De az a lényeg, hogy elsősorban a turizmus miatt kell, hogy menj, tehát hogy nem az, hogy csak akkor dolgozni, 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 hanem az csak ilyen melléktevékenységént, hogy megélhess, úgy tudod végezni. Úgyhogy én azt találtam ki, hogy ilyen ezeket a vörkövélyes munkákból a fizetőseket megpályázom, és akkor egy-két havonta váltanék ugye hoztottát, hogy mindig máshol lennék ezzel att az egy év alatt. Próbálom is már fölvenni ugye velük a kapcsolatot, hogy akkor uh, hova tudnék menni. Most elsősorban ilyen sípályákhoz szeretnék menni, mondták, hogy majd januárban keressem őket. Úgyhogy nem egyszerű ez a folyamat, itt megpróbáltam összeszedni, hogy mi kell hozzá. Igazából az a lényeg, hogy itt uh, ugye egyedül kell utaznod, meg kell lennie egy fix uh, anyagi hátterednek, amiben mondjuk albérletet tudsz bérelni, hogyha olyan munkát szeretnél, ami, ami fixálás, ha mondjuk egy városban szeretnél ennyi időt eltölteni. Ugye itt lehet nyelvet is tanulni, emellett, hogy nyelviskolába el tudsz menni, ezt én is nagyon szeretném. Uh, igen, legyen most ennyi, úgy nagyjából. Igen, és akkor hoztam még ezeket a példákat, hogy például a buddhista templomhoz lehet menni, segítkezni, ott is így, igazából, mint egy ilyen kis vendégház, és akkor ott dolgozni, meg ugye itt vannak ezek a téli munkák, ez a Nozava-onszenes környék, ami nagyon népszerű, és akkor most oda, mindenki oda keres embert. Úgyhogy igazából, oh, sajnálom, ennyi fért veled, de nagyon köszönöm, hogy és hogyha érdekel, akkor tényleg keresetek rá, mert, mert nagyon nagyon megéri ezt így kihasználni. Én nem bántam meg, mert igazából, ha ennyi pénzből csak így turistaként elmentem volna, akkor nagyjából két hetet tudtam volna kint tölteni, de lehet, hogy még annyit sem. Így viszont ugye 43 napot voltam kint, és így wow, úgyhogy kérlek, nézzetek utána, menjetek, nagyon megéri 18 éves kortól. Úgyhogy utcu neki, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és jó szórakozást a mai napra. Köszi, köszi.